A találkozó első két gólját a vendégek szerezték, de az ötödik percben Szabó Nina találatával már a házigazdánál volt az előny. A vezetést aztán a mérkőzés végéig már nem is adta ki a kezéből a Kisvárda. A különbség folyamatosan nőtt a két csapat között, a szünetre 18-11-es állásnál vonultak le a játékosok. A második félidői dunaújvárosi találatokkal indult, a játékrész közepére 3 gólosra faragták hátrányukat a vendégek. Ismét kisvárdai percek következtek, így a hajrában már nem kellett izgulni a Bakó Botonnak. Csapata ezúttal jól jött ki a végjátékból egy olyan mérkőzésen, amelyen a 2 gólos különbség a vendégekre nézve volt hízelgő. Azt gondolom, hogy az első félidő az gyakorlatilag majdnem egy hibátlan félidő volt, tényleg védekezésben, kapuban és támadásban is minden bejött és minden sikerült. Fegyelmezettek is voltunk, aztán második félidőben azért volt megint egy holtpontunk, viszont ott is azért azt gondolom, hogy amíg az első félidőben gyakorlatilag nem hibáztunk majdnem egyáltalán kapussal szemben, a második félidőben azért elhibáztunk néhány átlőst, illetve zicsert is. Ebből viszont, amíg az első félidőben megoldottuk védelemben az előre elkövetett esetleges pontatlanságunkat, így a második félidőben ott is becsúszott és szorosabb lett a mérkőzés. A Dunaújváros edzője érthetően csalódottan beszélt arról, hogy a pályán nem látta viszont játékosaitól az edzéseken gyakoroltakat. Nagyon szomorú és nagyon csalódott vagyok az első félidőben mutatott játékunkért. Egész héten készülünk, dolgozunk, videózunk, edzünk, mint minden csapat ebben a bajnokságban. Olyan hibákat vétünk, ami én úgy gondolom, hogy az NB1-ben nem megengedett. Tehát itt ez nem fér bele, hogy ilyen eladott labdáink legyenek, középkezdésből az ellenfél kezébe passzoljuk a labdát, passzívnál nullszögből gólokat kapunk, beálló játékunknál gyakorlatilag szabálytalan zárások, tömkelegét csináljuk, és ebből a Kisvárda ugye elmegy, és 7 góllal vezet a félidőben. A mérkőzésen 6 gólt szerző Dombilusza szerint a kisvárdai együttes valamennyi játékosa kivette a részét a sikerből. Úgy gondolom, ez egy igazi csapatmunka volt az első fél időben. Közé tudtunk tenni egy olyan gólkülönbséget, hogy ne kelljen annyira izgulni a második fél időben. Ott azért jöttek a hibák, de szerencsére a nagy különbségnek köszönhetően meg tudtuk tartani az előnyünket. A tabella élén a Mosonmagyaróvár áll 13 mérkőzésen szerzett 24 ponttal, megelőzve a 2 meccsel kevesebbet játszó 22 pontos Győrt és a 15 találkozón szintén 22 pontot gyűjtő Siófokot. A Kisvárda 10 ponttal a 8. helyen várja a Boglári Akadémia jövő szerdán esedékes vendégjátékát.